Köszönöm szépen! Nyugalom, mert így lesz jó. Tessék! Légy is vidám, Gerja. Jó napot kívánok! Kívánok, szeretnusztok! Először is hadd kérdezzem meg tőletek, hányadikosak vagytok? Másodikosok. Akkor ti már harcedzett iskolások vagytok, mert már tavaly is itt voltatok, ugye? Igen. Jó van. Már megtanultatok írni, olvasni. Remélem sokat olvastok, mert aki sokat olvas, később az nagyon jól fog tudni tanulni. Mert aki gyorsan és jól tud olvasni, az gyorsan és jól meg tudja tanulni a leckét. Biztos elmondták már szüleitek, tanáraitok, hogy tanulni is meg kell tanulni. Tehát most még időben van, hogy ezt a tudást a fejetekbe vésétek, és úgy alakítsátok jövőben a hozzáállást. Hát nagyon-nagyon örülök, hogy eljött hozzánk látogatóba, és biztos, hogy sokat kellett állni, meg messziről jött, úgyhogy ha gondolja, hogy nyugodtan helyet foglalhat, mert... Egy kicsit helyet foglalok, hogy megpihenjek, de én nem vagyok fáradt, mert a sok jó gyerek látványa olyan energiát ad, hogy egyáltalán nem fáradt. De azért egy kicsit leülök. Jó, és mi már készültünk valamivel, szeretném köszönteni, és megmutatni, hogy tanulj, fululjál. Valamit meg énekelni is, úgyhogy kezdjük mindenki. Nagyon szépen köszönöm, nagyon ügyesek vagytok, örülök meg, hogy ilyen muzikálisak is vagytok a tudásotok mellett, mert a nagyon jó szereti és ismeri a zenét. Köszönöm. Hát akkor engedjétek meg, hogy szétosszam azt, amit
elhoztam nektek, de legelőször is a tanárnéninek szeretném ezt átnyújtani, mert úgy hallottam, hogy nagyon örültök neki, hogy a tanárnéni megtanít benneteket írni, olvasni, kúriázni. Úgyhogy a tanárnén is megérdemli az ajándékot. Oly, nagyon szépen köszönöm. Ez nagyon szép. És akkor nem tudom, ha innen elkezdeném, akkor jó lenne. Vagy kimenjenek, hogy jövegyek? Nem muszáj, én oda megyek. Köszönöm szép, én még is olyan szépen megköszönöm. Csak meg vannak illetődve most, hogy mindenki ilyen jó volt, és virgács nincsen benne. Virgácsot meg krampuszt azért nem hoztam, mert én azt a híreket hallottam, hogy súrod, nagyon jók a gyerekek. Hát akkor minek hoznak én ide krampusz? Hát inkább menjen oda a krampusz, ahol sok rossz gyerek van. Vigye magában a virgácsot, ne ide jöjjön, ahol jó a gyerek van. Hát fölöslegesen ne húznak az idejét. Láttam a te dolgozatot is? Nem? Hogy nem dolgozat van? Hát, befejezni, de szeretném, ha ott van most éppen a Mikulás bácsi a felszínén, és a Bence ma reggel úgy jött iskolába, képzelje, hogy a nyakában van valami, megmutatnál neki, hogy tegnap este mit kaptál. Húha! És mesélj, mi volt ez? Úszni? Úsztál? És egy ezüst, meg egy bronz, ugye? Mikulás úszáson kapott egy ezüst, meg egy bronzért már. És milyen távol úsztál ilyen jól? 100 méter, 50 méter? Mennyi? Nem értem. Egy hossz. Jó van, nagyon ügyek, hogy gratulálok. Nagyon tettel, mert ez egy nagyon jó dolog. Nagyon szép emlék. És még hogyha a szomszédjára meg ránéz, akkor látnám, hogy ő is készült még pedig a pulóverére. Mutassak meg, milyen pulóver ez van. Ezt közelebbről megnézed, előbb odaadom ennek a két. Van hiány? Igen, van hiány. Akkor ezt a tanárnének odaadom, hogy megkérem, hogy majd adja el azokat. Kisfiú, kislány? Kislány. Nem mutasd meg azt a szép pulóvert. Ezt te csináltad? Álljátok, légy szíves, mert kicsináltam. Ezt kivettétek, vagy értem? Aha, nagyon szép, jó van. Jó vagy gyerekek, köszönöm szépen a szép műsort, és azt kívánom nektek, hogy nagyon jól tanuljatok. Te csináltad nekem? Jaj, de aranyos vagy, köszönöm szépen. Hát nem is gondoltam volna, hogy én is kapok ajándékot. Köszönöm, nagyon aranyos vagy. Azért lepődtem meg, mert a másik osztályban ilyeneket osztogattam, és meglepett, hogy én is kapok. Hát bizony, ezzel lehet majd főzni akkor, amikor nincs olyan sok munkája évközben. Nem, leteszem majd szépen a vitrínbe. És ez egy nagyon szép ajándék lesz, hogy ezt a súri gyerekeknek adtam. Jó? Jó. Megengeditek, hogy ezt elrakja mellé? Igen. Gyerekek, szeretnék egy közös képet készíteni, Mikulás bácsi, vagy gyerekek, ti a még a csomagot is hozhatják. Jó? Egy aláírás teljesen elég gyerekek.